Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, channeling a Bibliából. Mint már említettem többször is, hogy az utóbbi időben kapok egy bizonyos képet. Ezek nem álomképek, hanem ha becsukom a szememet, akkor megjelenik egy kép, olyan, mint egy képes lap. A mai napon is kaptam egy képes lapot, és én úgy érzem, ezek az üzenetek nem csak nekem szólnak, hanem talán neked is. A mai képes lapon volt egy gyönyörű, virágos mező, és itt üldögélt egy fiatal hölgy egy gyönyörű ruhában, és a ruha olyan volt, mint ez a virágos mező, hiszen olyan virágos mintás volt. A hölgy előtt ott volt egy patak, és a patakban rengeteg kis apró halacska volt, és a hölgy ezt figyelte a virágos mezőn, nézte a halakat a patakban. A halak jelentik a nyereményeket, a jólétet, a boldogságot, ugyanúgy, mint a Lunomart kártyáknál, a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Tehát itt van nyeremény. És a patak jelenti a mozgást, hiszen folyamodnak az események, azon kívül van tisztító hatása is. És a virágos mező jelenti azt, hogy itt kivirágzik valami. Ha most indítunk egy tervet megvalósítani szeretnénk, akkor az jól fog alakulni, hiszen megvan a tisztító erő, azon kívül lesz itt nyeremény, kivirágzik valami. Hogyan értelmezed te a képes lap ennek az üzenetnek a jelentését? Leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most rátérek a Bibliára. Kinyitom a Bibliát, van egy nyakláncom, ami bizonyos szavaknál kimozdul. És ha összeolvasom a szavakat, ennek van értelme. Azon kívül egy időben kapok bizonyos gondolatokat felülről, és akkor így kialakul ez a kommunikáció, az üzenet ebből a forrásból, amit átnyújtok számotokra. Ne félj semmitől, és megvan az élet erőd ahhoz, hogy bebizonyítsd magadat. Jelenleg fontos az, hogy ne engedd meg, hogy mások kihasználjanak téged, hiszen szükséged van a saját életerődre. Ne alászkodj meg mások előtt, mert ezt mások kihasználják. A jó Isten mutat számodra valamit, ez egy csoda, vedd észre, figyelj oda rá.
A következő időkben tanulni fogsz valamit, erre szükséged van. Beszélhetsz az angyalokkal, hiszen ott vannak körülötted és segítenek neked. Te szeretnél elérni valamit, és megvan az akaratod hozzá. Mindez elérhető. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderre,